Szervusztok! Van mellettem egy nagyon szimpatikus fiatalember, Tamás, és tulajdonképpen azért kértem meg őt, hogy egy-két gondolatot mondjon nektek a mai első órájáról, mert hogy ilyen videóm még nem készült, ugye rengeteg videóm készült már, de tulajdonképpen amikor mi ma elbúcsúztunk Tamással az első óra után, és most azért vagyunk itt, mert ez már a második óra, ugyanis Tamás Londonból érkezik, és reggel is vezetünk, meg este is vezetünk, napközben van egy kis szünete, és amikor elbúcsúztunk reggel az első órán, az a fejezted be az órát, hogy mondhatsz-e valamit őszintén. És akkor mondtam neki, hogy persze, nyugodtan mondja Tamás, mert én arra gondoltam, hogy valamivel esetleg nem vagy elégedett, és nem mered elmondani óra közben, inkább a végén. És amit mondtál, az engem nagyon meglepett, és azt szeretném, hogyha elmondanád a többieknek, hogy tulajdonképpen hogyan fejezted be az első órát, mert ma találkoztunk először. Igen. Üdvözlöm a nézőket. Igen, ma volt az első órám. Londonból jöttem, szóval nekem kézenfekvőbb, hogyha egy nap 4 órát vezetek. Januárban kezdtem én bele ebbe az egészbe, és találtam meg a csomagodat. Uh-huh. És átnéztem a videókat, a websájtot, mindent. Láttam, hogy rengeteg videó van, rengeteg ismertető anyag, nagyon sok szöveg, nagyon kíváncsi lehetett, meg is rendeltem ezért a csomagot. Nekem nagyon sokat segített, még felkészültem az elméleti vizsgámra. December 4-e után vizsgáztál, amikor Igen. Már az új anyagunk van kint, és az új rendszer szerint vizsgázunk, és sikerült megcsinálni az elméletet. Nagyon szimpatikus volt, amikor mondtad, hogy tanultad az elméletet? Hát az úgy volt, hogy fülhallgatóval, közben hallgattam, amit mondasz, olvastam angolul, amit nem tudtam, ezt mind lefordítottam. Beírtad a munkafüzetből? Beírtam, ugye? Igen, a munkafüzetből beírtam. Lerajzoltam az autópályától kezdve minden, ami nagyon lényeges volt, és próbáltam a legtöbbet memorizálni. Mm-hmm. És hál' Istennek ez sikerült is, mert az első vizsgám az elmélete nem volt gond. Tehát 48 pontod lett az 50-ből, és pontosan tudtad, hogy melyik kettővel nem voltál egészen biztos, tehát gratulálom, Igen. Ez egy szuper jó eredmény, hogy angolul így megcsináltad. És ugye felvetted velünk a kapcsolatot, aztán ma volt az első vezetési órád, igaz? Igen, ahogy barátnőm is elmondta nekem, legalábbis, hogy látja rajtam, hogy nagyon lelkes vagyok, nagyon motivált, tényleg az elméletre is nagyon ráfeküdtem. Nagyon izgatott voltam reggel is, mikor jöttem, ahhoz képest, hogy tényleg csak 3 órát aludtunk, de reggel itt voltunk, jöttünk, na mondom, lássuk. És lássuk Szlanka Zsoltot, igen. Te heteken keresztül hallgattál, ugye, tehát a hangom igen, ismerős volt. Nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, mert mindig öltönyben láttalak, ingbe, mint tényleg valami diplomata. Szóval úgy kicsit tartottam a dologtól, de azért nem ijedtem meg. Annyira jól sikerült, igazából a végén kiderült, hogy szavam elállt, mivel hogy már az első 10 perc után annyira barátságos voltál, hogy arról beszélgettünk, hogy kértem meg a barátnőm kezét. És engem ez meglepett, hogy annyira közvetlen vagy annyira barátságos. A továbbiakban ismét kíváncsi voltam, hogy fog folytatódni, mint kiderült, nagyon-nagyon profin, mert volt egy fenntartásom, egy félelmem, hogy ez nagyon GPS-en fog működni, ez nagyon, nagyon erőltetetten, hogy igen, haladjunk, menjünk, órára van, jön a következő tanuló, például holnap reggel 8-tól van órám, ma egészen este 9-ig, szóval én úgy számolom, hogy neked reggel 8-tól este 9-ig vannak tanulóid, szóval te próbálsz minél többet nyomni. Én azt hittem, hogy minél többet be tudsz akulni egy napba, és féltem, a minőség rovására. Igen, ettől féltem, hogy a minőség rovására megy, hogy több évet csinálod ezt már, és féltem, hogy beleuntál, de próbáld ezt. Nem túl lelkesen. Igen, nem mint egy friss oktató, és én ettől megijedtem egy kicsit. Mint kiderült óra végére, ez hál' Istennek nem így történt. Én nagyon-nagyon kellemesen csalódtam, mert nagyon barátságosan, nagyon lépésről lépésre az alapoktól azt mellékletesen tegyük oda, hogy kérdezted, hogy milyen szinten kezdjük, és én mondtam, hogy nullán. Mivel, hogy kinyitom az ajtót, szóval, hogy nem volt tapasztalatom. Tényleg nem volt semmi tapasztalatom, és úgy is történt minden, hogy a legalsó szintről lépésről lépésre, és én ezért nagyon, nagyon hálás vagyok, és én
nagyon sok köszönettel tartozom, mert nem, vagy, nem azért, mert jó, én ezért fizetek, szóval elvártam persze, de nem ennyire, engem ez meglepett. Ami nagyon tetszett, és azért fogtál meg, megmondom őszintén, hogy még majdnem érzelmek is megérintett, hogy te azt gondoltad, hogy ez a sok marketing, meg ez a sok film, ez tulajdonképpen egy ilyen maszk. Igen. És hogy amikor igen, majd találkozunk személyesen, és valóban elkezdünk tanulni, hogy akkor egészen mással fogsz találkozni. Igen, nem mondani van, a lényege az volt, hogy túl sok volt ami jött kifele, hogy csak fogjuk meg az embert. Én úgy éreztem, hogy ez a zöldöny, ez a jóvágás, vápoltság, és igen, gyertek, mert jó lesz. Ez én attól féltem, hogy ez egy máz. Hogy csak ez igen, marketing. Igen, hogy igazából, ahogy mondtam neked, te szakmádban azért meg kell fogni az embereket, mert van még más oktató is. De hál' Istennek, azért nem így történt. Azért nem véletlen ugye, hogy jó 3 héttel erről tudtunk csak időpontot foglalni, mert azért tele van a naptárom rendesen. És aztán találkoztunk ugye, és maga a külső az megvan, meg ugyanúgy öltény, meg minden, de hát igen, azért remélem, igen, hogy sikerült más benyomást kelteni. Nagyon örülök neki, és köszönöm még egyszer, és azért gondoltam, hogy ezt a pár szót mondd el, mert lehet, hogy ez másokban is megfogalmazódik. Tudod, hogy ez tényleg valamiféle máz, vagy egy marketing dolog. Én azt gondolom, hogy én ilyen vagyok. Tehát én ilyen vagyok az életben, a magánéletben, a videókon, a YouTube-on, bárhol. Nekem is nehezebb lenne, hogyha ezt megerőltetve kellene csinálnom. Először elmentünk az első 2 órába a parkolóba, ahol nincsen forgalom, ahol megtanultuk az autót, kicsit megismerkedtünk vele. Este már kijöttünk a mellékutcákba, mert azt mondtam, hogy ne dobjuk ki az ablakon a pénzedet, mert annál már ügyesebb vagy, hogy ott kuplungoljunk, meg fékezzünk, elinduljunk, nagyon jól fogunk haladni. Remélhetőleg, és én bízom benne, hogy mi hamarabb lesz egy másik videó, amikor arról fogunk beszámolni, hogy levizsgáztál. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, van-e esetleg valami gondolatod, amit a többieknek mondanál, hogy féljenek tőle, ne féljenek tőle, minúlik, ugye sokszor kérdeznek minket, hogy mennyire biztos az anyagunk, hogy abból le lehet vizsgázni. Azt szoktuk mondani, hogy a mi anyagunk hivatalos fordítás, tehát az teljesen jó, abból le lehet vizsgázni. Mi a titok? Mit kell csinálni, hogy levizsgázzon valaki? Szóval az én angolom nem volt tökéletes, és most sem az. Viszont ezzel az anyaggal maximális biztonságban éreztem magam, és volt magabiztosságom elmenni, mert úgy éreztem, hogy tudok mindent. És a vizsgán nem találkoztam egy olyan kérdéssel se, ami nem volt benne az anyagban. Uh-huh. Szóval én, amikor elkezdtem és megláttam, mekkora a munkafizet, meg voltam ijedve, hogy ezt hónapokig fogom tanulni. Uh-huh. Nem, és úgy, hogy munka mellett és csak a heti 2 szabad napomon tanultam, úgy 1 hónap alatt, 4 hét alatt sikerült megtanulnom, és úgy, hogy kimertem jelenteni, hogy igen, elmerek menni vizsgázni, mert tudom, hogy ez sikerülni biztos fog, és sikerült is, és a kérdések pont úgy szerepeltek ott, ahogy a munkaközletben volt, ezért nem volt mitől féljek, mikor már ott voltam, és láttam, hogy ez tényleg valóságá válik. Szóval igen, belekezdeni én is nagyon féltem, de nincs mitől, igazán nincs mitől félni, még ha angolul is van, mert igazából nekem is volt 3 oldalnyi szó, amit ki kellett írjak, de fizetni oldalnyi szóval, és azt, ha tanulás előtt mindig átolvastam, azok meg is rögződtek. Annyi volt az idegen szó, amit kellett, mert amit nem használok minden nap. Persze, a szakszavak ugye. Igen, a szakszavak, és esetleg zárásképpen, hogy ne ítéljünk a külső alapján, még ha az túl szép is. Aha. Tehát egyszer lehet, hogy az aranyos vagy, akkor lehet, hogy egyszer egy ilyen borostársam farmerba, pólóban kellene valamit mondanom, hogy lássák azt az oldalamat is egyébként. Nem, ez így szép és jó, de mint a film címe is van, hogy néha az ördög Prádát visel, szóval, hogy néha túl szép, hogy igaz legyen. Uh-huh. Hát aranyos, hogy köszönjük szépen még egyszer, és akkor folytatjuk, ugye, amit reggel elkezd, most este már a kis utcákban fogunk menni. Köszönjük még egyszer, és akkor találkozunk hamarosan, amikor majd arról számolunk be, hogy már megvan a vezetési vizsgád. Úgy legyen. Oké, köszönöm még egyszer.